Mikor szakad le onnan? Vajon mire gondolt Kulcsár Attila, amikor így kommentálta ügyészségi kihallgatását, mikor szakad le onnan? A nyomozati szakasz lezárulta után az iratok nyilvánosak, ezért most először önöknek lesz alkalmuk megismerni a Kulcsár Attila kihallgatásáról készült ügyészségi videófelvételeket. Ezek egy kívülálló számára megkökkentőek lehetnek, mi azonban ennek eldöntéséhez szakemberek segítségét kértük. Meghívtuk a ma esti műsorba az ELTE büntetőeljárásjogi tanszékének vezetőjét, Kabódi Csabát, és a vallatásokban is járt a szakértőt, Kaciba Antal nyugállományú rendőrtábornokot. Jó estét kívánok! Mindjárt önök is eldönthetik, hogy csak ugyan különös, vagy ahogy egy internetes portálon írták, baráti volt-e Kulcsár Attila ügyészségi kihallgatása. Megszereztük, és műsorunk nézőinek először mutattunk meg 5 részletet abból a 2 óra 44 perces videó felvételből, amelyet maga az ügyészség készített az egyik vallomástétel idején 2004. június 9-én. Ahhoz azonban, hogy a látottakat értelmezni tudják, 2 szakember segítségét fogjuk igénybe venni, Kabódi Csabáét, aki az ELTE büntetőeljárásjogi tanszékének vezetője, és Kaciba Antal rendőrtábornokét, aki hosszú évekig az ORFK, tehát Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatója volt. Mindenek előtt egy kérdés, hogy tudjuk aztán, hogy mire érdemes odafigyelni a bejátszások során. Mit mond a büntetőeljárásról szóló törvény az úgynevezett terhelt kihallgatásának szabályairól? Hogyan kell ezt lefolytatni? Hát először is közelni kell vele az a megalapozott gyanút, ami alapján a büntetőeljárást folytatják. Vele szembe aztán személyi adatait fel kell venni, erre válaszolni kell akkor is, hogyha egyébként megtagadja a vallomást. Itt következik aztán, hogy megtagadhatja a vallomást, a közreműködést az eljárás során. Ha olyan súlyú a bűncselekmény, akkor tájékoztatni kell arról, hogy ebben kötelező a védelem, és akkor hatalmazom meg védőt, ha nem hatalmaz meg. Szigorú koreográfia szerint zajlik az ilyen? Szigorú koreográfiája, igen. Tehát a vallomástételnek, a kihallgatásnak szigorú a koreográfiája. Hát a büntetőeljárásjogi törvény szerint igen, ez adja a keretét. Akkor talán lássuk az első részletet. Annyit azért tájékoztatásképpen elmondok, a személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt Kulcsár Attilán kívül, tőle engedélyünk van ugyanis, mindenkinek az arcát elhomályosítottuk, aki a kihallgatáson részt vett. Egyébként a helyiségben jelen volt egy osztályvezető főügyész, 2 ügyész, egy gépíró, valamint közvetlenül Kulcsár mellett védője. Technikailag ez a felvétel részlet nem éppen a legtökéletesebb, VHS kazettára készült valószínűleg, de a hitelesség kedvéért mi ezeket a képhibákat sem korrigáltuk, ahol pedig a hang nem jól hallható, azokat a részeket feliratoztuk. Tehát 2004. június 9-e központi ügyészségi nyomozóhivatal Kulcsár Attila ügyészségi kihallgatása. Kéne ismertesse röviden, hogy a Kerék Csaba által átadott iratokat hogyan használták fel. Tehát nagyon egyfajta úgymond elkövetési módszer, hogy ezt ilyen Általában. Csak mikor szakad le onnan? Általában. Úgy történt, hogy Csabát tájékoztattam az ügyfél befektetési szándékáról,
és az ügyleteiről. Általánosságban nevek. Ja. Nincs? Ő a konkrét is, hogy nevére. Folytassuk. Jó. Kezdődött a mondat. Csabát tájékoztatom az ügyfél befektetési szándékáról és az ügyleteiről. Csaba elmondta, milyen szerződésekre van szüksége, és milyen adatokra és dokumentumokra van szüksége. Ahhoz, hogy leplezni tudjuk. Az általunk végzett illegális ügyleteket. Ő a szükséges leplezéshez, vagy... Ő az adatok alapján elkészítette a dokumentumokat. Jó. Például adásvételi szerződés. Még ez is. Azt én benyújtottam. A cég back office-a felé. Mintha, vagy azt mintha az is volt, mintha az valós lenne, ennek alapján megtörténtek a megtörténtek a cégen belüli műveletek. Igen, hát akkor ez volt az első részlet. Különös, meglepő, vagy az eljárásjogi törvény így írja elő a kihallgatást? Hát ez inkább meglepő. Én cetlire felírtam magamnak, a késő esti órán biztos megengedhető az a egyszerű tréfa, hogy hallgatóknak adnak, hogy jogeseteket találtunk ki. És amelyeket jogesetek az életekből vettünk, azt mondták, hogy annak nem fordulhatnak elő. Tehát amelyeket a VH-kból vettünk. Ez tipikusan úgy néz ki ez a videó felvétel, mint hogyha valaminek inkább a paródiája lenne, mint valódi felvétel. Szóval nem adja vissza az igazi kihallgatásnak a lényegét. Tehát azt végképp, hogy nem tudjuk, hogy ez a hányadik, tehát az, hogy az elején én mondtam, hogy meg kell gyanúsítani, és akkor ki kell oktatni. Ez erről már a sokadik nap volt egyébként. Valószínűleg a sokadik nap. De minden esetben, amikor újabb cselekmények kerülnek terítékre, akkor azokat külön nevesíteni kell. Tehát arra is van szabály. Kacibor, hogy... önnek mi volt a legmeglepőbb? A legmeglepőbb az, hogy ez nem kihallgatás. Ez egy ilyen... értekezlet, egyfajta igazgatótanácsi ülés, ahol az ügyfelek, üzletfelek megtárgyalják a tennivalókat. De ahhoz képest, hogy mondjuk egy minimum 6, maximum 20 milliárd forintos elsikkasztásáról szóló büntényel van dolgunk, azért ez... Szívesen használom a meglepő kifejezést, mert az én koromban már nem illik nagyon meglepődni, de az eljárásuk egy keretet ad. Amit a kriminalisztika szabályok töltenek ki tartalommal, ezek nem kötelező szabályok, de azt célozzák, hogy az igazság megállapításához vezető úton helyesen közlekedjenek a résztvevők. Nem tudom eldönteni most itt ebben a pillanatban magamban, hogy a képzetlenség, a hozzá nem értés, vagy valami más
vezeti-e a kihallgatókat. Pontosabban. Mit ért máson? Mit gondol, amikor azt mondja, hogy valami más? Valami olyasféle előfeltevés, amelyhez igazolást keres a kihallgatáson. Tehát egy prekoncepciós, ahhoz gyűjtik aztán az adatokat? Én nem használom ezt a prekoncepciót, mert... Én használtam. Nem, én meg nem szeretném. Nem feltételezésekben, meg kiváltképpen nem kívánnék bocsátkozni, de az látszik, hogy ez egy, nem egy kihallgatási szituáció. Hát az is meglepő, már bocsásson meg szavát, ne feledje, hogy mi az, hogy egy kihallgatott, egy gyanúsított közben ír, mintha csak ki akarná kerülni a kamera, illetve a mikrofon jelenlétét, ír az ügyvédjének, amit nem szeretne, hogyha rögzítene. Hát ez egyébként azt a célt szolgálja, hogy később visszakereshető legyen, és ha valami jegyzőkönyvben nem stimmel, akkor igazolást nyerje mondjuk a kép és hangfelvételből. Hát, mondtam, szerint ez egyszerűen jogellenes. Az ügyvédnek ugyanazok a jogai a kihallgatáson, mint a gyanúsítottnak. Kérdéseket tehet fel, illetve indítványokat tehet. A sugdolózás jogát a BNN biztosítja. Jó, hát a diktálás jogát meg végképpen. A diktálás jogát meg végképpen. Szóval a hatóság hallgat ki, a hatóság diktálja a jegyzőkönyvbe. Ez önmagában is egy... Már eleve, hogy Kulcsár diktálja a jegyzőkönyvet? A Kulcsár diktál, hogyha ő... Kiderülne ebből, hogy ő kérte azt, hogy szó szerint történjen a jegyzőkönyvezés. A jegyzőkönyvezés alapszabálya az, hogy valaki elmondja a vallomását, ha van ilyenje, utána kérdéseket tesznek fel, és utána hatóság saját nem, maga... Szó szerint valószínűleg nem kérte, mert megvan ugyanennek, ugye a hvg.hu-n már megjelent ugyanennek egy írásos változata is, és a jegyzőkönyv maga... Az már egy letisztázott egy változat. Letisztázott, tehát mégsem az... Jó, tehát a hatóság szokta a jegyzőkönyvbe foglalni, ez annyit is jelent, hogy ő maga írja. Itt pedig ilyen néhány szereptévesztés. Jó, folytatjuk akkor mindjárt. Lássunk egy újabb részletet Kulcsár Attila ügyészségi meghallgatásából. És akkor említ egy olyan kérdés, hogy hogyan nyújtott segítséget Kerék Csaba a bűncselekménnyel érintett pénzösszegek biztosításához, ugye a realizálásához. Bocsánat, hogyan lesz kész? Így, jól értettem. Kerék Csaba, az érték papír számla. Ezt csukjátok. Mik vannak? Értékes papír számai. Lévő összegből készpénz legyen. Ki az, aki összegből a papírra kerül? Természetesen Kerék Csaba adta az instrukciókat. Az önök mit szólnak, amikor a gyanúsított odafordul a védőhöz, és azt kérdezi, most mit mondjak? Hogy hát ez tisztán hallható volt. Nem teheti meg. És a védő se teheti meg, hogy válaszoljon erre. Volt az előző bejátszásban egy bátortalan megjegyzés a kihallgatás előtti része, hogy ez most így nem meg egyebek. Ez az eljárás rendjének a megzavarása, amit illik figyelmeztetéssel rendbe tenni, vagy hogyha ez nem sikerül, rendbírságot kell kiszabni. Az előző részben volt az, amikor fölnéz a plafonra, és azt kérdezi, hogy kíváncsi vagyok, mikor szakad le onnan. Ezt hogy kell értelmezzük? Nem tudom, azt állítják, hogy ott valamilyen álmennyezet van, szóval. Azt állítják, mert ki állítja ezt? Nem tudom, hát biztos, hát egy ilyen új épületben álmennyezet van. Nem voltam az ügyészségnek az épületében, szóval mostanában úgy újítják fel. Szóval itt már az embernek lassan az... Szerintem a főszereplő az nagyon játssza ezt a főszerepet, ezt nagyon komolyan veszi, hogy jól érzi magát ebbe a szerepbe, hogy minden tekintet hát ráirányul. Mindenesetre nem úgy tűnik, mint aki itt egy alárendelt szerepben van, hanem tulajdonképpen, hogy ön mondta, egyenjogú félként vesz részt ja, hát ezen az igazgatósági ügyésen. Ez egy európai büntetőeljárási modell, amelyben a terhelt is ugye egyenlő. Ez egy oldott légkör tulajdonképpen, amit a kihallgatáson... Ami önmagában véve baj? Oldott nem, hogyha valami célja van. A kihallgatás azért tulajdonképpen felelősségre vonás. Gyanúsítottkénti felelősségre vonás, ekként tárgyalja ezt a büntetés tudomány. Tehát itt azért a kihallgatást vezetőjének egyrészt vezetni kell a kihallgatást. Kézben kell tartani, valahonnét, valahova el kell jutnia. Jó, mondjuk azért ezek, és ez a tisztességhez hozzátartozik, ezek részletek, tehát azért mondjuk 2 óra 44 perc során, akár arra is lehetne, hogyha az ember folyamatosan végnézi, bizonyítékot talán itt vezetve van, csak éppen most ebben a részletben hagyják hát terjengeni. Nem látszik, hogy vezetve igen, ez egy jelentős ügy, amelyben azért jobban lett volna, hogyha érzékelni, hogy van egy iránya.
és nem a gyanúsított vezetés saját kihallgatását, az valahogy tényleg egy furcsa dolog. Az ügyvédnek a közreműködése is furcsa. Az önmagában nem baj, hogy jelen van. Végig küzdött a büntetőeljárás tudomány az elmúlt évtizedekben azért, hogy az ügyvéd minél nagyobb szerepet kapjon a nyomozás során. Ez most éppen... jól sikerült ezt a küzdelmet megvívni. Csak akkor most ez valószínűleg a ló másik oldala. De miután tilos kérdéseket tesz fel, kíváncsi vagyok, hogy a bíró ezt hogyan fogja majd értékelni, ugyanis jog szerint jogellenesen beszerzett bizonyítékok nem használhatók föl. Ez a fajta ügyetlenkedés, ez az eljárás sikerét veszélyezteti, nem kevesebb. Jó, akkor mindjárt folytatjuk, ismét következik egy részlet a kihallgatásról. Pénzforgalmi és értékpapír forgalmi kimutatásokat két külön táblázat formájában. Minden ügyfélnek van egy pénzszámlája, és egy értékpapírszámlája. De ez egyes volt itt? És ez a pénzszámlára és az értékpapírszámláról készült kivonat. Egyenleget nem itt tartalmaz, csak összesített egyenleget. A kifizetés az mit jelent ebben az esetben? Ez készpénzfelvételt jelent ebben az esetben, vagy? A kifizetés az azt jelenti, hogy teher is. Tehát az állat az esetsi, hogy erre a számlára, itt például itt az első táblázat, ugye az első oszlop azt jelenti, hogy a számlára milyen befizetés érkezett, vagy átutalás, vagy készpénzbefizetés formájában, a második oszlop azt mutatja, hogy milyen kimenőtételek vannak, terhelések, kifizetések, és a harmadik oszlop tartalmazva, hogy milyen számla javára történtek kifizetések, avagy hogy honnan érkezik a pénz. Ez készpénzfelvétel? Nem. Hogy? Általában biztos nem, de ha van készpénzfelvétel ebben, akkor az... A kifizetés az készpénzfelvétel, vagy minek? Ez van összegutalás. Már így ebben. Én úgy gondolom, hogy a rövid tételek, amelyek 998-al kezdődnek, azok szerintem valamilyen pénztári számok. Szerintem is. Tehát azok készpénzfelvételek lehetnek, a többi, az pedig utalás, mert az a háromszor a az igen, azok számlára utalnak. Ez pedig kiadási pénztári számokra utalnak. A hosszú a számlaszáma, van a táblázat, igen. A első számlaszáma, a másik meg bizonylatszáma. A bizonylatszáma az meg pénztári bizonylat. Az valószínű. 2015 az? Miért van kijelölve vastagba? Vagy az én ez a legnagyobb? Nem. Mi lenne van benne? Vagy ez ki ez a számla? Ez én számlá? Nem tudom, mit fog miért az ki a vastagba, minden én készültem a számla. Jó, mindegy. És akkor ennek van egy tükre, ami pedig az értékpapír számla kivon. Uh-huh. Ez tartalmazza azt is, hogy Kerék Csaba számlája javára onnan érkeztek értékpapírok, de azt is tartalmazza, amikor a Kerék Csaba van itt a honnan oszlopba, hogy a Kerék Csabától honnan mentek máshová. Uh-huh. Azt van. Ez a hová. A honnan ja, hová itt van, jó. Tehát ügyfélné, és akkor ügyfél számla. Szuper. Mi a kérdés? Na hát láttuk itt ugye a jelenet sorban, mint az ügyész átadja a banki tranzakciókról szóló bizonylatot, és egy laikus úgy képzelné mondjuk egy magamfajta, hogy
meghallgatják előbb a gyanúsítottat, vagy a terheltet, azt követően összevetik a kezükben, vagy a rendőrséget, az ügyészség kezében lévő, mondjuk úgy dokumentumokkal, és ezek vagy stimmelnek, vagy nem stimmelnek, ennek megfelelően értékelik. Nem szokatlan ez a fordított eljárási sorrend? Ez egyenesen elképesztő. Nem az eljárási sorrend, mert a gyanúsított vagy terhelt elé lehet tárni a bizonyítékokat a vallomás során, és nyilatkozzon, kérem szépen, ez mi. Az a szokatlan és az elképesztő, hogy nem tudják, hogy mit mutatnak neki. Hát a néző azt gondolja, hogy az igazságszolgáltatás az egy komoly, kiegyensúlyozott, higgadt, mindenféle jelzőket tudni, korrekt folyamat. De így felkészülni egy kihallgatásra, hogy adjuk egymás kezébe papír, hogy ezt nem én csináltam, hanem valaki más, de hogy mi is van ezen. Tényleg nekem az volt a legmulatság, mikor rákérdez a saját, ez az én számlám, szóval. Ez egyszerűen elképesztő. Igen. Érdemében nem állásfoglalva, de nagyon az ember elcsodálkozik rajta, hogy akár 6 milliárd is egy ilyen embernek a lelkén száradhatnak itt. Úgy kell neki bemutatni a papírokat, de a tanszékünk között... Abban az esetben azért fölvetődhet ez a kérdés, hogyha mondjuk a papírok számára is, vagy mondjuk a tranzakciók ebben az összeállításban számára is értelmezhetetlenek. Hát, de ez egy furcsa történet, szóval mondom, a tanszékünk tanítja a kriminalisztikát, így érzem magamat megszólítva azáltal, hogy lehet, hogy ezek ilyen paródiája ez a film annak, hogy a mai jogászok... Nem film, ez a valóság. Ez a verkfilm, tehát ez egy olyan történet, amiben annyiban vagyunk bűnösek, hogy lehet, hogy nem jól oktatjuk ezt a kriminalisztikát, mert teljesen felkészületlenek. Én, amit még tanultam belőle, arra emlékeztem, hogy a kihallgatásra annak ide nekünk annyit tanítottak, hogy fel kell készülni, tehát előre el kell képzelni, hogy milyen helyzetek adódnak, és azokat irányítani kell. Egyetem van olyan, hogy a terhelt visszakérdez rendszeresen, tehát ő az, aki tulajdonképpen irányítja itt kérdéseivel a koreográfiát. Előfordulhat, tehát lehet, a kihallgatás légköre az azért a kérdezfelelek. Előfordult olyan szituáció, mikor a kihallgatást vezetője a terheltel együttműködő viszonyt alakít ki. Ennek lehet célja, sokféle legális célja is. De itt valamiféle együttműködő viszony alakult ki, csak azt nem tudom, hogy mi a célja. Egészen világosan. És ebbe az alkalmas ez a részlet, vagy egyáltalán néhány részlet ezt megítélni? Alkalmas, alkalmas és sok minden másra is alkalmas. Egy kihallgatási szituációban a kihallgatás helyének is szerepe van. Itt ül a gyanúsított, aki egyszer megszökött a hatóságok elől, háttal a bejárati ajtónak, előtte egy halom üveg. Valószínűleg nem tart tőle senki, nem tudom miért nem, de nem tart tőle senki, hogy egyszer fölveszi ezt a sok üveget, széthaigálja a jelenlévő között, vagy esetleg a széket, ami nincs lerögzítve a padlóhoz, ellentétben azzal, ami most itt éppen üldögélek, hogy és akkor kitör az épületből és elmegy, mert nem akar sok évet ülni. Jó, akkor most megint mutatunk egy részletet. Még nem, mert az még kimaradt, amit itt végig is megerősített, amit ugye beszéltünk, hogy a ebben a ezében, részben az értékpapír száma megfelel a másik száma összegeinek. Tehát amit itt mondtál, hogy ez jó, azt igen. Írjuk még egy új bekezdés, jó? Az értékpapírokból számoló bevétel, az megjelenik, itt jelenik meg. Kerek Csaba pénzszámlája. Van a kettő, ugyanaz a... Összegben is. Tehát magyarul megegyezik a kettő. Igen. Jó, ezt írjuk le, Ricsi. És mondtad ezt az összeget, hogy honnan van. Kerek Csaba, jó, és akkor megbeléljük. Érték a pénzszámláján. Bankszámláján. Lépő. Ennek jobban örülök, mint maguk. Ez komolyan mondani. Nagyjában. Komolyan mondani. Ez egy pár ilyen szegény, ez nem mostanában. Megegyeznek egymással. Az normális és törvényes, hogy az ügyész vagy az ügyészek átveszik a kezdeményezést, és ők diktálnak, a gyanúsított pedig szinte csak néz, mint a moziban? Persze. Tehát a jegyzőkönyv vezetésű a büntetési törvény rendelkezik, diktálhatja maga a gyanúsított, ragaszkodhat ahhoz, hogy videófelvétel, ragaszkodhat ahhoz, hogy hangfelvétel készüljön, ha megelőlegezi annak költségeit, és diktálhatja a hatóság vezetője, tehát a kihallgatás vezetője, hisz jelenlétében diktál, és neki aláírásával kell hitelesíteni. Az is az eljárásjogi törvény szerint van, vagy lehetőséget ad a törvény arra, hogy három ügyész hallgassa ki a terheltet? Nincs kizáró szabály rá. Szerintem elég volna egy, aki ért hozzá.
ez esetben. Az a mondat a kulcsárnak mit jelenthet, hogy ennek jobban örülök, mint maguk? Komolyan mondom, ismétli kétszer is. Miért hálás kulcsár az ügyészeknek? Enyhítő mentő körülményt tártak föl. Biztos nem tudom, nem akarok még gonoszabb lenni. Nem. Ennyi felvételben nem lehet tudni. Most, hogy az is kiderült, hogy ugyanerről már a jegyzőkönyv egészen más tartalmaz, ami a bíróság felé megy. Pontosabban a jegyzőkönyv azért tartalmazza mindazokat a lényegi momentumokat, amelyek itt elhangoznak, vagy amit tollba mondanak, illetve gépben mondanak, csak éppen ezt a teszetoszaságot, ezt az egymás kérdezősködését, tehát hogy egymás kérdezgetik, ez nincs benne a jegyzőkönyvben. Nyilvánvaló, hát az jegyzőkönyvek azok mindig az utókornak, meg a bíróságnak születnek, és azok sokkal szebbek, mint a... Csak mi köze van akkor a valósághoz? Általában minden jegyzőkönyvek zöme nem a teljes egészében azt a valóságot tükrözi. Lehet ez elején rajta van, hogy felvettett 14 óra 20-tól, és akkor tartott 23 óra, és lehet sejteni, hogy másfél oldalon van leírva, akkor ez mégis csak egy rövidített. De ha aláírta, mindenki aláírta, akkor ez lesz a hiteles. Az utolsó részlet következik Kulcsár Attila ügyészségi kihallgatásából, amelyben a cég és személyneveket ismét csak adatvédelmi okok miatt kifütyültük. Kulcsár, azon kívül, hogy összehozta a kereket, meg a... Igen, egyszer részt vettem egy tárgyaláson az eladóval, nem tudom, nem. Egy tárgyaláson vettem részt. A részleteket ők bonyolították, az egész ügyletre kiterjedően. Az ügylet érdemi izéjét meghatározó jellemző, a csak érintő tárgyalásokat. Én csak egyszer vettem részt ilyenen. Irodájában. Mind eladó, mint az eladó. Kerék. Ja. Az eladó részéről, amit nem tudom, mert nem. Szerintem azt kéne rögzíteni, mert nem plusz, nekem nem eléggé jó, tehát hogy, vagy valami tudom, hogy a cég eladását, részlet, ennek az eladás folyamatát és az ügylet részleteit, tehát a meghatározó döntő részkérdéseit azt a meg a izé intézte. Kerék. Kell ennek a utóbb a részlet végén elhangzott ügyészi mondatnak jelentőséget tulajdonítanunk, hogy nekem ez nem elég jó, mondhatja ezt egy eljáráson, egy kihallgatás során az ügyész? Hogyne, szóval az érdemi ízé kapcsán már úgy tűnt, mintha magához ragadta volna a kihallgatás vezetését, és ebből a mondatból az látszik, és valószínűleg ez is van mögötte, hogy neki volt egy elképzelése. Mit akar hallani a kulcsártól? Ez belefér? Ez szabad? Hogy valakinek van egy, a kihallgatás vezetőnek van egy elképzelés, egy feltevése, és ragaszkodni kell, előfeltevése arról, hogy mi történhetett, az nem baj. Elteszi magába. És a kihallgatáson elhangzott tények vagy alátámasztják, vagy nem. De ha a kihallgatást úgy irányítja, hogy folyton olyan kérdést tesz föl, vagy többször olyan kérdést tesz föl, amire a választ megfogalmazza magába a kérdésben, most ez történt, ha jól értettem, akkor az jogellenes. Tanár úr, ön, aki az eljárásnoknak első számú értője, ha látta és látta ugye ezt az öt felvételt, vagy ezt az öt bejátszást, ön hogyan minősíteni? Ez a kihallgatás nagyrészt törvényes volt, vagy törvénysértő? Hát a törvénysértőnek, az egészet nem látva, hogy nem lehet azt mondani rá, hogy törvénysértő volt, tehát... Ez a legutolsó momentum, hogy ez így nekem nem jó, és akkor diktálok egy másikat. Tehát már mondott még egyet, hogy az ügyvéd nem diktálhatja hát folyamatosan. Nem diktálhatja tolba, tehát folyamatosan. Három olyan momentumot mondtak, ami ellenkezik. Jó, ez egy úgynevezett ilyen formahibás, inkább azt lehetne mondani, hogy formahibás. A formahibát pedig majd a bíróság fogja eldönteni. De mi akkor az érdemi hiba? Azért mondom, hogy formahiba, mert ezek majd a jegyzőkönyvekből nem derülnek ki. Nem tudom, hogy mellékletét képezi el majd a vádnak ezeknek a videófelvételeknek. Tehát a videófelvétel, ezeket a bíróság megtekinti-e. Mert mindig van egy nagy tévedés, ami a nyomozás során használt információk és adatok, amelyek aztán átnemesülnek per rendszerű bizonyítékká. Ezek
amik itt elhangzottak, ezek messze távol állnak tőle. Tehát ügyészségi keretek között lehet ilyenkor, nem tudom, új eljárásra, új kihallgatásra utasítást hát adni, vagy mi a helyzet? Nem. Hanem hát egyáltalán ügyészség... ki van ilyenkor, aki... Hát ugye most aztán vádemelési szakaszban tartanak, tehát hogyha nem találják elegendőnek a bizonyítékokat, akkor az ügyészség további eljárást kezdeményezhet. De az ő dolga összeállítani a vádat, a vádba, hogy milyen bizonyítékokat csatol bele. Ez a beszélgetés szerintem nem túl jó. Egyszer egy magánbeszélgetésünkben már mondtam, hogy ebben az ügyben sokkal több a politika, mint a szakma. Szóval ebben ez a véleménye? Igen, ebben mindenki játszik egy szerepet. Ezek a kazetták, ezek a jegyzőkönyvek. Meg ezek szokatlan újdonságok, tehát én nem mondom azt, hogy a büntetőeljárási törvénynek nem kéne felkészülni arra, hogy nem egy 19. századi szemlélettel kellene egy 20. századi média által megtámogatott háttérrel dolgozó védelmet és vádat, mert itt most dolgozik a védelem. Nem beszélve a 21. századról, mert már hát magáról a 21. század. Megjegyzem egyébként, hogy meghívtuk az ügyészség képviselőjét is, hogy vegyenek részt a mai műsorban. Az ügyészség azonban nem kívánt élni a lehetőséggel, leginkább azért, ahogy mondták, mert azok az ügyészek, akik nyilatkozni szoktak, most mind szabadságon és távol vannak. Szóval... nem lehet itt tulajdonképpen szó egyfajta vádalkurról? Tehát, hogy mi abból látunk részleteket, hogy Kulcsárral előtte megállapodtak, hogy körülbelül mit tudnak, és ehhez képest ez a nyugodt légkör, vagy innen értékelve ez a nyugodt légkör egyáltalán nem meglepő. Itt törvényes vádalkuló szó sem lehet, ugyanis Kulcsárnál súlyosabb bűncselek, mint az ők szereplői közül senki nem követett el. Ez feltételi a vádalkunak, hogy egy enyhébb bűncselekményt el lehet nézni azért, hogy súlyosabbakat föl tudjanak deríteni. Tehát itt legális törvényes vádalkulón nincs szó, nem is lehet. Értem. Hogy aztán még miféle alkuk jöhetnek szóba, vagy merülhetnek föl, én azt nem tudom. De mondjuk ugye minimum 6, maximum 20 milliárd forinttal gyanúsítják, elsikasztásával gyanúsítják Kulcsár Attilát. Az illető mégis gyakorlatilag szabadlábon védekezik. Ez például teljesen rendben van eljárásjogi szempontból? Hát ezt meg kéne nézni a bíróság indokolását, amely szerint szabadlábra helyezte, és biztos rendben van. De a gyakorlat az, hogy ha valaki 6 milliárdot csikkaszt, azzal gyanúsítják. Attól még önmagában nem szükséges, hogy letartóztatva legyen. Ugye a letartóztatás csak egy lehetőség. Én most mindig az ideáltípusról beszélek, tehát a BR-ről. De egyszer már megszökött mindjárt az elején. Igen, az elején ez egy furcsa dolog volt, hogy a elméletben az is. Illetve úgy fogalmazott, hogy megszökött, nem megszökött, hanem összeszedni a gondolatait elrejtőzött. Azt hiszem, így volt a hivatalos fogalmazás. Jó, de ez egy tény, tehát. A szakma különbséget szokott tenni, hogyha valakinek az elrejtőzésétől vagy szökésétől tartani kell, vagy pedig tényleg már megszökött, őt úgy hozták elő. Kaciba úr, ön, akinek évtizedes gyakorlata van kihallgatásokban, összességében milyen véleményt visz haza, szóval milyen benyomást tett önre mindaz, amit látott? Én ettől szomorú lettem leginkább. Igazolódni látszott az, amiről mi már többször is beszélgettünk más alkalommal, Kabódi úrral, hogy tanítani kellene az egyetemen a kriminalisztikát. A kihallgatás a kriminál taktikának egy nagyon fontos része, a kihallgatás lélektan a lég ettől is fontosabb része, és tudomásul kellene venni, hogyha valaki leül kihallgatni az állam nevében mást, annak fel kell készülni, annak érteni kell a szakmához. Szóval ön csak a felkészületlenséget kifogásolja, és ne menjünk olyan messzire, hogy arra gondoljunk, hogy az egész tudatosan van így irányítva. Nehéz ezt bizonyítani, lehetnek feltételezés az embernek. Az igazság órája nem most jött el. A rendőrségi ügyészség kihallgatás az egy bizonyítékgyűjtő folyamat. A bíróságon a szóbeliség elve dönt, bízunk abban, hogy majd ott ismét kihallgatják, ott már nem lehet csúdosni senkinek semmit, ott helyt kell állni minden mondatért, és ott majd eldől. Hadd higgyem én, hogy a magyar igazságszolgáltatás még tart ott, hogy ezeket a hibákat a bíróság ki tudja majd küszöbölni. Köszönöm szépen önöknek, és azt hiszem, hogy az ügy különös fordulatot vett a kazetta nyilvánosságra kerülésével. Szerintem lesznek itt még fejlemények bőven. Köszönöm még egyszer.